A hévizitó átfogó tóvédelmi programja elsősorban természetvédelmi szempontból fontos. A véderdőt korábban megtisztították a nem őshonos növényfajoktól, ennek köszönhetően több, egykor jellemző egyed is újból megjelent. Ez a biodiverzív erdő biztosítja a tó védelmét. Ennek főleg télen van jelentősége. A véderdő a tó feletti párát megóvja a széltől, így lassítva a tó lehűlését. A véderdő rekonstrukciója után most pedig már az építkezések is megkezdődtek a területen. Itt a, a Hévizetó északi levezető, levezető csatornájának a, a medelszélését látjuk, aminek a lényege az, hogy a, a területre jellemző mocsaras élővilágot szeretnénk újra visszahozni, és ennek kapcsán az északi medelcsatornal ezt megkacskaringóztatva meg az erdőbe gyakorlatilag, és egy sokkal vizesebb élőhelyet tudunk így előállítani. A fejlesztésnek köszönhetően új turisztikai attrakciók valósulnak meg. Többek között megújul a tó körüli tanosvény információs táblákkal és lomkorona megfigyelő torony is épül a nyugati erdőrészben, ahonnan majd a tó panorámája tárul elénk. Így bővülnek a városban az aktív kikapcsolódás lehetőségei a tó körüli erdő területek különböző helyszínein gyakorlatilag mindenféle mozgásformában legyen az nordi walking, gyaloglás, kocogás, vagy csak simán egy sétálás, plusz természetesen még ilyen módon meg tudjuk ismertetni, hogy mi a jelentősége a véderdőnek, annak a, annak a lábterületnek, ami körbeveszi a hévízi tavat. Tehát ez egy több funkcióból, több szempontból is fontos azt gondolom, és egy fontos fejlesztés. A konzorciumban megvalósuló projekt 2016 óta folyamatosan zajlik, várhatóan idén fejeződnek be a végső munkálatok. A tó és környezetének rendbetétele 660 millió forintos pályázati forrásból valósul meg.